Kesel Csabáról sokáig az a hír járta, hogy ezen a pécsi Európa-bajnoki futamon nem indul. Először azt, hogy miért terjedt el ez a hír? Az az autó, amivel idén versenyzek, ez a Forma 3-as Dallara, ez pillanatnyilag darabokba hever a nyugat-németországi műhelybe. A motorját most újítják fel, úgy volt tényleg, hogy egyáltalán nem tudok rajta állni. Mégis itt látom a rajtzászla előtt, illetve az első edzés futam előtt a kocsit és Kesár Csabát. Hogy jött mégis össze? Hát ez nem volt egy egyszerű történet. A lényeg az, hogy sikerült megszereznem a tavalyi Forma Ford 2000-es versenyautómat. Hát ismervén ennek az autónak a műszak adatait, nem igazán számítok pillanatnak az esélyesek közé, de hát itt vagyok. Szinte erkölcsi kötelessége az embernek, hogy az első magyar Európa-bajnoki futamon induljon. Az eddig lezajlott három futam sikerült, vagy voltak ott is problémák? Az a helyzet, hogy abszolút tanuló stádiumban vagyok pillanatilag. Az autón, mert idén versenytek, nagyon nehezen vezethető, és nagyon lassan tudom csak megtanulni. Talán ezt nehezen tudják itthon megérteni azok, akik nekem szurkolnak. De hát ez sajnos ilyen, nekem ezt az évet végig kell tanulnom, és talán évvégére lendülök valamennyire bele ebbe a kategóriába. Az autóról mit kell tudnia a nézőnek, mi az újdonság benne? Újdonság nincsen, ez egy 130 lóerős 2000-es, teljesen széria Ford motorral szerelt autó. Futóművet tekintve egy csővázas szerkezet, tehát nem a legkorszerűbb. Már teljesen beöltözve vagy itt harci szerelésben, nem is sokáig tartalak fel, még csak egy kérdés, és ezt azt hiszem senki nem hagyná ki. Hogy állunk a nem a Forma 1-el, hanem a pályaversenyzéssel, hisz az a Forma 1 előiskolája? Hát ez az a bizonyos NSZK bajnokság, ahol idén összesen kb. 15 versenyen fogok menni, ezenből már 3-at teljesítettem eddig a középmezőnyben. Azt mondják, hogy tulajdonképpen ez is szép eredmény első nekifutásra. Az NSZK bajnokságról még csak annyit elmondanék, hogy 9 ország versenyzői indulnak benne, mivel nincs Európa bajnokság, ez van helyette, és kőkemény. Egy másodpercen belül 10-12 autó szokott lenni az időmérésem, tizedek, századok vannak körönként az emberek között. Nem szeretném én ezt a mai, illetve ezt a holnapi versenynapot valami rossz ódiummal kezdeni, úgyhogy csak annyit kívánok, hogy sok sikert. Köszönöm szépen.